köszöntjük a rendező urat. Március vége van, a napokban választások lesznek Magyarországon. Te hogy érzed magad, mi jut erről eszedbe? Hát én megmondom őszintén, hogy csodát nem várok, ahogy nagyon sokan. Azt talán tudható, hogy én erről a garnitúráról túlságosan jó véleménnyel nem bírtam a genezisük okán, nem bírtam amiatt, amiért lényegében a múltjuktól soha nem voltak képesek megszabadulni, és hát amit meg tettek, egyszerűen csak a tények szintjén, az, hát én azt gondolom, hogy az országnak finoman szólva nem vált a hasznára, és most nagyon nagy understatementtel fogalmazok, és diplomatikusan elkerültem a köztörvényes bűnöző, az ipari rabló kifejezéseket, mert azt hiszem esetükben erről van szó. Tehát az számomra nem kérdés, hogy ez jó, hogy ez véget érni látszik, és véget fog érni, de hát ahogy már egy interjúban is mondtam, az az érzésem, hogy a rendszert egy kicsit hűteni kellene, mert ezt a helyzetet rövid távon elég nehéz lesz rendbe hozni, tehát itt mindenképpen türelemre van szükség, csodákat az új kormányzat sem fog tudni tenni legalábbis rövid távon. Az új kormányzat egyet tehet, hogy az emberek igazságérzetén megpróbál egy picit javítani. Hát tulajdonképpen a filmnek, a te filmednek köszönhetően találkozom most először Fábrival, tavaly óta, egy évvel ezelőtt, hát nagyon kapcsolódik mindahhoz, amiről beszélgettünk eddig, amit elmondtam a hangulatról, a politikai helyzetről, és arról, hogy én ezt hogy élem meg. Ehhez kapcsolódik az, hogy Fábrival egy évvel ezelőtt összevesztem, tulajdonképpen, mint ahogy a szerelmesek csinálják ezt, amikor már megelégelték egymást, írtam neki egy levelet. Nem volt egyébként egy konkrét veszekedés, de írtam egy levelet, mert egyszerűen volt egy pillanat, amikor megelégeltem ezt az ő gyűlölködését, ezt a gúnyos gyűlölködést. Nekem az én életemben nincs olyan barátra szükségem, ezt gondoltam akkor, most is különben, akiből állandóan fröcsög, nem lehet vele 5 percet beszélgetni bármiről, semmiről, gyakorlatilag már semmi nem érdekli őt, aki kristálytiszta agyú, rendkívüli műveltségű, nyelveket beszélő, világot látott ember volt, akivel mi önképzőkörünk volt, amiről annak idején csak olvastunk könyvekben, hogy meghallottunk idősebbektől, hogy összejöttünk hetente egyszer, és modern művészetről, amit külföldön láttunk, kasszeli dokumentáról, múzeumokról tartottunk előadást egymást, vagy elmentünk együtt Mongóliába, utána visszajöttünk, és az LT-től a Pécsi Jogi Egyetemig előadásokat tartottunk a tibeti, illetve mongol buddhizmusról, a gyémánt jogar buddhizmusról, és annak művészettörténeti dolgai. Na most ez a Fábri, ez már gyakorlatilag semmi nem érdekli, csak a pénze, a sója, vagy én nem is tudom. Annyinak ez a nagyon híresi válása rányomta a bélyegét a kapcsolataira, és többek között velem is lazább lett a kapcsolata. Na most kár egyikre vagy másikra fogni azt, hogy ki ezért a felelős. Szerintem a helyzet. Nap múlva szavazunk, ha külföldön élők már leadták voksukat. Bővítenék a magyar oktatást a csángó falvakban, 12 magyar nyelvű nyári óvoda indítását tervezik.
Húsvéti razzia az utakon, 87 ittas sofőrtől vették el a jogosítványt. Hát, amit én érzek, az két dolog. Egyik az, hogy a politikai vezetés, az ország vezetése, legyen az bármilyen irányultságú, és itt most az egymásra következő kormányok, most már soráról beszélek, az teljesen ellehetetlenítette az életünket, teljesen ellehetetlenítette önmagát, elidegenedett tőlünk olyan mértékben, hogy ezt ha visszagondolok arra az időre, ami nem volt annyira régen, amikor mi ide visszajöttünk először. Hosszú 15 évig egyáltalán voltam Magyarországon és Európában sem, és miután visszajöttünk, akkor tényleg lelkesedés volt az emberben. Most miután itt a jobb oldal az hogy is mondjam, az nem képezi le azt, ahonnan én jövök, mondjuk egy kifejezetten polgári, sőt én egy hívő ember is, egy kifejezetten polgári millióból jövök, ezt egyáltalán nem képezi le, bár megkísérli, de egyáltalán nem képezi. Másik oldalról ugye egy demokrata, liberálisan gondolkodó ember vagyok, azt a másik oldal nem képezi le, mert ugye ők meg nem azok. Tehát valamilyen okból egyik sem jelent semmit nekem. Én úgy látom, hogy ilyen hitevesztett nagy mértékben az emberek ilyen hitevesztettek nem voltak az én életemben. Nagyon sok negatív jelenség van, tehát gazdaságilag is mondom az, hogy nem sikerültek ezek a reformok, és az, hogy az erőszak ilyen egyértelműen társadalmi és elfogadott módon szerepet játszik a mindennapi életünkben. Szóval a televízió ostroma idején, amit néztem, egyenesben, élőben, utána azt gondolta volna az ember, hogy van egy össztársadalmi összefogás, hogy na ezt nem. A másik, hogy az ellenzék szerintem rövid távon pingpongozik, most is, vagy játszott, és nem, tehát nekik elég volt az, hogy ameddig erodálja a hatalmát a mostani kormánynak, a hatalmát, a nyílt erőszak és az ellenállás, addig az nekünk jó, pedig nem jó. Senkinek nem jó, és most ez ki is derült, és ki is derül naponta, hogy most hirtelen a Fidesz főellensége vagy ellenzéke az a Jobbik, és nem pedig a baloldal. Úgyhogy én, amit még remélek a következő 8 évtől, vagy 4 évtől, 8 évtől, hogy alapvető dolgokban, a demokrácia alapkérdéseiben konszenzus lesz. Tehát magyarul, hogyha egy ellenzéki párt támogatja a kormány törekvését abban, hogy szélsőséges, erőszakos cselekmények ne legyenek az utcán, meg a mindennapi életben, akkor ezt az a párt, az az ellenzéki erő ne veszteségként érje meg. Hanem egyszerűen úgy gondolja, hogy vannak bizonyos alapkövetelmények, amiknek a megerősítésért és fenntartásáért ugyanannyira felelős minden legitim szereplő, tehát legyen egy ilyenfajta konszenzus. Hölgyeim és uraim, Önök Magyarország legnézettebb show műsorát, a 12 éves esti showdert látják. Jó szórakozást kívánunk! Nekem a Heller általános iskolás barátom, tehát mondjuk így hatodiktól ismerjük egymást, amikor ugye voltunk 12 évesek, hát most vagyunk 56, hát ki lehet számolni, ugye ez 44 év, amelyet hát nagyjából együtt morzsoltunk le, sok tekintetben rendkívül hasonló vágyakkal és rendkívül hasonló elképzelésekkel, többek között ugye ő is a film irányába próbált mozogni, akkor én 76-ba bekerültem a filmgyárba, a filmíróiskolába, és akkor az én hatásomra Gábor is beiratkozott, és hát Szász Péter egyik kedvenc tanítványa lett. A Gáborral ugye Pécsen ismerkedtünk meg, már mint Detre Gáborral együtt is laktunk, ugye ő jogi egyetemre járt, én tanárképző főiskolára, és együtt laktunk egy 3x2 méteres szobába, ami egy standard lakótelepi lakásnak a kisebbik szobája,
két földön lévő matracon laktunk, a matracok mögött ilyen porcicák tanyáztak, volt valamilyen mérnöki asztalféle, ahol esetleg lehetett tanulni, hát ez Gábor nem igen vette igénybe, én néha igen, volt ezen kívül egy könyvespolcunk és semmi egyéb. Ami mindhármunkat összekötött, az egyrészt az akkori fennálló renddel való meglehetős kritikus álláspont, tehát mi ezt semmilyen szinten nem fogadtuk el, hogy aztán az ellenzékiségben ki mennyit vállalt és ki meddig jutott, az egy más kérdés, de az, hogy mi a KISZ mozgalmat, vagy a KISZ titkárokat kedvelnénk, vagy mi úgy gondolnánk, hogy ebben az országban rendjén való az, hogy egy párt van, vagy rendjén való volna az, hogy itt orosz megszállás van. Hát a Hellerrel 12-13 éves korunkban sétáltunk a köröndön, szívtuk a sport cigarettát, és ilyeneket mondtunk egymásnak, hogy Jaltában eladtak minket, kérlek. De ezt nem azért mondtuk, mert mi ilyen rendkívül okos fiúkák voltunk, hanem ezt hallottuk otthon. Tehát a szüleink ugye nagyjából elmondták, hogy mi a valós helyzet, a szüleink elmondták, hogy mi volt 56-ban, és én személy szerint azért drukkoltam, hogy 56-ból ne kelljen felelnem, mert éreztem, hogy akkora bátorság nem lesz bennem, hogy vállaljam az igazgatói intőt és az iskolából való kirúgást, hogy elmondjam azt, ami 56-ban valójában volt, és amit én az apámtól hallottam, a sors megkímélt attól, hogy nekem 56-ból felelni kelljen. Tehát ez volt az egyik, a másik mondjuk egy erős irodalmi érdeklődés, erős kulturális érdeklődés, különös tekintettel természetesen a Magyarországon korlátozottabban elérhető információk irányába. Nekem mondjuk előnyöm volt abból a szempontból, mert a bátyám ugye Nyugat-Európában élt, én viszonylag gyakran jártam ki nyugatra, viszonylag jól beszéltem nyelveket, és én mondjuk ilyen képzőművészeti szakértővé képeztem ki magam a happeningekről és a akkori kortárs képzőművészetről elég sokat tudtam. Ma már azt is tudom erről, hogy engem nem elsősorban a képzőművészet érdekelt, hanem tulajdonképpen politikum volt emögött is, hogy én importáljak az országba olyas valamit, ami ugye tiltott gyümölcs volt. Annak idején ugye mondjuk Szent Jóbi Tamásnak egy happeningébe, hát fel se fogtuk, hogy tulajdonképpen ott mi történik, az izgalmát az adta meg, hogy jön-e a rendőrség, vagy nem jön a rendőrség, ugye hát ez volt a tiltott művészetnek mondjuk egy pikantériája, és a Detrét is oltogattam ebbe az irányba, a Gábort is oltogattam, akkor képzőművészeti előadást tartottam a Szegedi Egyetemen, mert a Gábor közben elkezdett járni Szegedre, akkor ott nekik is volt egy ilyen kis koncepciós ügyük, az én egész alaphelyzetemet meghatározta, hogy egy véletlen folytán ugye 72. március 15-én bekaszlisztak, akkor egy napot töltöttem a Szalay utcai rendőrkapitányságon, hazamentem, anyám azt mondta, kisfiam, nem fognak felvenni az egyetemre, és lehúzott egy marha nagy pofont, és milyen igaza lett, ugye? Tehát a nők a történelmet azt időnként jobban fogják fel, és értékelik, és érzékelik, mint a férfiak. A két Gáborral a másik nagy közös pontunk volt ugye a film, ami Pécset elsősorban abban merült ki, hogy rengeteg filmet néztünk meg, és ezekről beszélgettünk. A Heller Gáborral a cseh filmnek a korai felfedezői közé tartozunk, tehát a cseh film, tulajdonképpen a cseh film miatt akartunk mi filmesek lenni. Tehát mi nem akartunk olyan filmeket, és elnézést, ha ez valakit sért, mi nem akartunk olyan filmeket csinálni, mint akkor Magyarországon láttunk, akár a legnagyobbakat is beleértve, mi formafilmeket és Menzel filmeket akartunk csinálni, mert egyszerűen volt bennünk egy olyan szemüveg, ugye az egész barátságunk úgy kezdődött, hogy volt egy testnevelő tanárunk, akit Bőrhajnak hívtak, aki kopasz volt és ilyen rajzolt frizurája volt, és ő feljött az osztályterembe tornaóra előtt, és a táblára ilyen pálcika figurákat rajzolt fel, hogy mi lesz a gyakorlat. Amit mi állati humorosnak tartottunk, hát miért nem mutatja meg, vagy nem tudom, tehát volt az egészben valami mérhetetlen pervers dolog, és a barátságunk úgy kezdődött, hogy mind a ketten olyan röhögő görcsöt kaptunk, hogy így leborultunk a padra, hogy a nagyobb balhét elkerüljük, és az öklünkkel így betettük a szánkba, és akkor látta ő, hogy ha-ha, miközben a többiek ezt komolyan hallgatták. Tehát a többiek ezt elfogadták. Azt mondták, hogy ilyen lehet.
És akkor a Gáborral kialakult közöttünk egy cinkosság, ahogy József Attila írja, hogy kiröhögtem oktatómat, de ez esetben ez egy, azt kell mondjam, hogy egy konstruktív kiröhögés volt, ha szabad, és akkor nekünk rögtön megvolt a saját platformunk, tehát mi például vasárnap délutánonként a körútra jártunk röhögni. Akkor a körúton délután olyan forgalom volt, mintha a hatos villamoson közlekednél, ugye mindenki korzózott, fagyizott, és kialakult bennünk egy hihetetlen figuraérzékenység. Ez a későbbi dizájncenteremnek, ha lehet mondani, egy korai ösztönös formája, ahol megőrültünk, hogy egy farmer vége szkájjal van kibélelve, megőrültünk a friszkókon, a szőrképleteken, a tetoválásokon, a táskarádiókon, a cipőkön, és egyáltalában, hogy az emberek hogyan tudnak kinézni, akkor mi ezt még nem olyan szeretettel tettük, tehát kicsit ilyen gonosz kamaszok módjára, ugye, amit a jó cseh filmek ehhez hozzátesznek, hogy ezeket az elesett, furcsa embereket végtelen nagy szeretettel ábrázolják. Tehát azt mondom, hogy a cseh film volt egy ilyen közös pont. Na most akkor 80-ban én a Dárdaiékkal dolgoztam éppen, és akkor mi megbeszéltük, hogy hárman elmegyünk Amerikába. Nekem akkor nem tűnt fel, hogy olyan a repülőjegyek valahogy úgy jöttek ki, hogy nem egyszerre mentünk. De gondoltam, hát majd ott helyreáll a dolog, és bérelünk egy autót, arra hárman lett volna pénzünk, és hát a Road 66-en ugye átmegyünk Amerikán, ahogy ezt meg kell tenni. Végre találkoztunk New Yorkban, hárman álltunk a 42. utcába, kérdeztem, hogy ti meddig akartok maradni, mondták, hogy mi 40-50 évre gondoltunk. És akkor kellett avval szembenéznem, hogy egyedül kell Amerikát bejárnom. Az artist az olyan, mint egy szivacs, sponge. Minden magába szív, és a kellő pillanatban kiereszti. He's a filmmaker cab driver, goddammit. A legjobb úton van az álmai felé. Álmai felé a taxival, ugye? Ilyenről még nem hallottam, mi? Nézd, itt Amerikában vagyunk. Itt az emberek szabadok, fázisok vannak az ember életében. Most cab driver, holnap filmmaker. Nem hallottam még a Mario Puzo-ról? Dishwasher, Godfather, Coppola, Oscar, Hollywood, Beverly Hills. Mindenki taxizik egy ideig, én is taxiztam. Margitka, another spritzer for the gentleman. We enjoy playing more of your favorite songs. Back to back, this is Exile. Right in the middle of another four in a row, Crazy for Your Love. On Country 97 FM. Végül is ők másfél-két évtizedet töltöttek kint, tehát a barátságunk az nyilván, hogy részben ilyen távbarátsággá vált. A Illés György operatőr jóvoltából én megkaptam Amerikába minden fontos telefonszámot. Zsigmond Vilmosnál azt hiszem, hogy jó telefonüzenetet hagytam, mert annyi volt az üzenet, hogy Budapestről jöttem a filmgyárból, nem akarok operatőr lenni, nem akarok Amerikában maradni, nem akarok Hollywoodba betörni. Ha van kedved locsogni arról, hogy mi újság a filmgyárba Pesten, akkor hívjál fel, és rögtön vissza is hívott, és aztán találkoztunk is. Tehát tulajdonképpen én 3 hónapot elég intenzíven mozogtam az országba, ahol felmértem azt, hogy a Hollywoodba való betörésnek milyen esélyei vannak. Tehát ha elmondom azt, hogy a Gáborral nálunk a filmlexikon az Jerzy Mencelnél nyílt ki, mert ő 27 évesen Oscar-díjat kapott, és idegesen néztük, hogy mennyi időnk van még. És természetesen mi olyan forgatókönyvírók akartunk lenni, hogy Dino Laurentiis presents a story written by Gabe Heller and Alexander Febrai. Ha ezt 240-szer nem mondtuk el naponta, akkor egyet se. Erről is van egy fotónk, amit az MGM székház előtt állunk New Yorkban. És én 3 hónap alatt azt vettem le, hogy ez majdnem lehetetlen. Ennek lehet a részleteiről is beszélni, de ez most nem érdekes. Ők több türelemmel és több elszántsággal próbáltak ugyebár egyről a kettőre jutni, hogy hova jutottak, ezt majd nyilván elmesélik inkább ők. Okay, we're gonna kick off this set of music here with one from The Airplane from 1968. It's Today on 97.1 KLSX, classic rock for Southern California.
mi nagyjából, ha mind a hárman, azt kell mondom, hogy affinitásainkban nagyon közel álltunk egymáshoz mindig is. És ezek az utak kezdtek elválni, tehát ezek a, tehát a véleményeink kezdtek szétválni. A Gáborról én kevésbé tartottam a kapcsolatot, de a Sanyival ez feltétlenül igaz. És én úgy gondolom, hogy ő egyre jobban eltért attól, amit mi 20-30-40 éven keresztül kimondatlanul is, definiálatlanul is magunkinak vallottunk. Ő gyakran mondja, hogy nem olvastad ezt? Én azt mondom, hogy nem, tudod, hogy nem olvasok. Na most ez egy megjegyzést kíván. Én olyan elvadultnak tartom, illetve egyre elvadultabbnak tartom a mai magyar politikát, egyrészt. Másrészt sajnos olyan alacsony színvonalnak tartom nagy általánosságban a mai magyar nyomtatott újságírás, de az elektronikus médiát is ide hozhatnám, hogy így védem magam, hogy nem olvasok napi sajtót, kétségtelen, hogy a New York Times-ot minden nap elolvasom az interneten. Na most ez már köztünk egy állandó vicc lett, egy running gag, ahogy ezt angol mondják, hogy akkor olvasd be meg a New York Times-ot. Azt tudom a Gáborról, hogy ő azért mást gondol a politikai kérdésekről. Soha nem jutottunk el egy, hogy leüljünk és azt mondjuk, hogy na ide figyelj, hát azért most már mondd el végre, hogy. Nála, ha én ebbe egy kicsit belemegyek, mert én gyorsabban belemegyek, mert egy ilyen szenvedélyes félelmebeteg vagyok, akkor a vége mindig az, hogy nem olvastam, nem tudom. Ja, mondom, hát ha nem tudod, mi a Nokia-s doboz, akkor nehéz előre haladni. Ugye? Tehát akkor ő mondja, hogy én a New York Times-t olvasom, hát mondom, az is nagyon érdekes, de hát lehet időnként kalandvágyból magyar lapokat is olvasni. Snit. Na most a Sanyi érzi, hogy az távolodásunk egyik komoly oka, lényeges oka az, hogy én nagyon komoly nézeteltéréseket táplálok magamban az ő megnyilvánulásaival szemben, amiket nem mondok ki két okból. Az egyik az az, hogy a Fábria nagyobb vakeros ember ebben az országban nincsen. Tehát vele beszélgetni, vitatkozni, ha véleménykülönbségről van szó, nehéz. Nem mondom, hogy lehetetlen, nehéz. A másik, hogy én egzisztenciális okokból is visszafogom magam, mert nekem lényeges az, hogy ebben a produkcióban dolgozom. Két gyerekem van, ezek nagyon komoly tények vagy körülmények az én életemben, de én nem gondolom, hogy megalkuszom, egyben alkuszom meg, hogy nem olyan könnyen, nem olyan gyorsan és nem olyan nyersen fogalmazom meg az ő nézeteivel szemben az ellenvéleményeimet, mint mondjuk, ha ez a körülmény nem lenne adott, hogy az én egzisztenciám is ettől függ, de nagyon remélem, hogy ez az alkalom, amit most ez a film teremt, lehetőséget ad arra, hogy igenis kimondjak dolgokat. Ő is, mint egy ilyen családterápiában, mert én ezt úgy érzem, én mindig is vallottam, hogy egy barátság az annak köze van a szerelemhez is, meg a családhoz is, és ezt a Fábriról abszolút így érzem, mert mi sok tekintetben egymásban találtuk meg azt a kvázi testvéri szerepet, amit nagyon nehéz, és nem is kell elvágni, úgyhogy hát... Snit. A Detre úrral ugye a következő történt, hogy egyrészt volt nekünk egy korábbi afférünk, ilyen forgatókönyv, beadás, annak jogai. A részletek most nem túl érdekesek, én akkor a kapcsolatot megszüntettem, és akkor tulajdonképpen én léptem abba az ügybe, amikor bemutatták az ő Felhő a Ganges felett című filmjét, amit én jónak találtam, vagy azt mondtam, hogy hát ez legalábbis az eddigi legjobb. Egyébként közös tulajdonságuk, hogy újabban a műveiket előlem rejtegetik. Tehát csak úgy hallok, hogy van egy könyvkiadóm, meg csak úgy hallom, hogy valami filmen dolgozom, de már nincs az, hogy fölhív, hogy te megmutatnám, vagy beszéljük meg. A Gábor életművének, ha van, annak meg a jelentős részét nem láttam, és esküszöm, ez nem rajtam múlt. De hát ez csak úgy zárójelbe.
ő erre az egész forgatókönyvügyre másként emlékszik. Én azt gondoltam, hogy elég időt eltöltöttünk ahhoz együtt, amiben sokkal több volt a jó, mint a nem jó, hogy akkor borítsunk erre fátylat és gyerünk előre. Ami nekem nem tetszett, de hangsúlyozom, erre is a Gábor borította le a stelázsit, tehát én ezt mindig ironikusan kezeltem, ugye, mindig így felhívogattam, hogy hát te figyelj, Gabi, hát ha valahol a gyűlölet ellen valamit lehet tenni, hadd menjek már, hát érted? Tehát szó szerint természetesen az ember mindig minden kisebbségért kiáll, és mindig minden ilyet megtesz, és ezt én magam is megtettem. Ő én szerintem nem vette észre, hogy ez az egész fasiszta bunkó, meg ez az antiszemiti, vagy ez a rasszizmus ellenes tüntetések, stb. Stb. Ezek semmi más nem szolgálnak, mint az általam ugye ismerten köztörvényes bűnözőnek tartott Gyurcsány Ferenc legitimálását. Erről lehetne még hosszabban beszélni, de a lényeg ennyi, és ezzel én nem nagyon értettem egyet, hogy ők egy ki tudja, hogy létrejött a férma ott, mi történt a jegyirodában, az ki csinálta, stb. És akkor a Hollán Ernő utcában ott ki vonulunk, és én nem örülök, hogyha a barátomat látom együtt vonulni Gyurcsány Ferenccel, akivel hát nem is kezdünk mondatot, meg hát ilyen nincs, ugye? Megtudtuk, hogy a köztársasági elnök odajön, megtudtuk, hogy a miniszterelnök odajön, feltehetően nagyon magas rangú vendéggel, sőt azt hallottuk, hogy az ex-miniszterelnök Orbán is odajön, ezt hallottuk hosszú ideig, nagyon örültünk neki azért, mert ha mindenki odajön, akkor senki nem sajátít ki minket, akkor mindenki és egység ráfigyel a dologra. Ez sajnos nem így történt. Én ezt néhányszor próbáltam neki elmondani, erre ő mindig nagyon szellemesen, hosszan, részben az ő egyébként nem kis műveltségéből és bizonyos Amerikában felcsippentett klisékből, ugye nekem mondott egy nagyon szép és nagyon, nagyon hangzatos dolgot, aminél én egy ponton már oda jutottam, hogy na most megállunk és kiteszem az autóból, amit aztán végül ugyebár nem tettem meg, és akkor ő küldött egy ilyen levelet, hogy hát, hogy én egy milyen rossz Sanyi vagyok, úgyhogy hát most izgatottan várom, mert tulajdonképpen én erre a filmre azért álltam rá, hogy hát ha már nem beszélgetünk egyébként, akkor hát talán ez a film egy alkalom lesz arra, tekinthetjük ezt egy közös terápiának, vagy pszichodrámának, vagy ahogy tetszik, hogy hát ezt a mi dolgunkat egy kicsit kifésüljük. Szerintem, ami nekem az egyik legmeghatározóbb ma Magyarországon az, hogy mindenkire szorong. Tehát én most olyannal nem nagyon beszéltem, és hát ez ki fog derülni, hogy nem vagyok jobboldali, de jobboldali barátaimmal sem, akik magabiztosan... Hát ez, én téged barátnak gondolok, és gondolom, hogy te nem kéred ki magadnak, hogy jobboldali vagy. De egyébként rajtad kívül stábunkban is van más jobboldali, elég sok a Söder stábban, és senki nem sugárzik attól, hogy na végre eljött az idő, itt az idő, és mostantól kezdve minden jó lesz, ami remélek, de én nem feszültséget érzek, hanem egy ilyen lemondást, és igen. Hát mindenek előtt én ebből a jobboldaliságból ünnepélyesen kilépnék, nem azért, mert adott esetben ettől félnék, hanem mert ez az ízlésemnek nem felel meg, és azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy legalábbis az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően ez a fogalom, hogy jobboldal és baloldal, ez Magyarországon nem használható. Tehát ezzel a balnak mondott és valójában nem bal, liberálisnak mondott valójában nem bal, a végére gyakorlatilag köztörvényes ipari bűnözők gyülekezetévé alakult formációnak a baloldalhoz semmi köze nincsen. Tehát, hogyha engem kérdezel, és én ezt mondom a módszerváltás óta, én olyan szociáldemokrata féle lennék, abban az értelemben, ahogy Olaf Palme az volt, vagy a Bruno Kreisky, vagy a Schmidt kancellár.
Úgyhogy ami az én viszonyulásomat meghatározza, az az 56-hoz való viszony. Tehát én annak idején humorisztikusan úgy fogalmaztam, hogy én Orbán párti vagyok a Horn Gyulához képest. Tehát semmiképpen nem tudom az ő múltjukat elfogadni. A jelenjükkel kapcsolatban majd remélem, hogy a független bíróságok nyilatkozni fognak. És én azt mondom, hogy ami történt a Nagy Imre temetésen és amit az Orbán Viktor mondott, az közelebb áll ahhoz, ami az 56, ami 56-ot illeti. Tehát ez akkor is így van, ha Nádas Péter Győrbe elmondja, hogy ez őt már nem érdekli. Ez volt az a 10 nap, amikor világszínvonalúak voltunk, és minden akkor is ehhez képest létezik, ha te ezt nem gyakorlod, vagy nem tudsz róla, vagy nem érdekel. Tehát ahogy dédapáink nem engedtek 48-ból, azt kell mondjam, hogy én 56-ból nem engedek, és én a Fideszt mindenképpen 56-hoz közelebb állónak érzem, mint azokat az MSZMP tagkönyvvel rendelkező figurákat, akik ugye mind a mai napig itt vannak. Most te is az Orbán, teljesen jogosan, 20 évvel ezelőtti beszédére mész vissza. Azóta is úgy gondolod, hogy ezek a szociáldemokrata vagy baloldali eszmék leginkább, vagy inkább a Fidesz ben található meg? Anélkül, hogy most itt politológiai dolgokba mennénk, amihez nem is értünk, én azt mondom, hogy ez a fajta inkább baloldaliság, fogalmazunk így, ez azt jelenti, hogy az embereket megpróbálod megvédeni mindattól a szörnyűségtől, amit ez a rabló kapitalizmus jelent, ugye, ami nálunk szárba szökkent, és én a Fidesz részéről erre feltétlenül több esélyt látok. A mai magyar helyzetben nem nagyon tud az ember az egyik csapathoz vagy a másikhoz igazolni. Tehát egy olyan jobboldali csapat, akik egyszerűen fogalmazva késsel világban nem tudnak enni, azok milyen polgári életet, polgáriságot képviselnek. Másik oldalról az a hazug és elitista és korrupciótól terhes baloldal, amelyik a liberális gondolkodás érdekében szinte semmit nem tett, az pedig mennyiben képviseli, amit mi valószínűleg mindannyian, de mi biztosan képviselünk, nevezetesen tolerancia, demokratikus gondolkodás, stb. Tehát tényleg nagyon nehéz. Számomra az az érdekes, hogy és én ezt éreztem nálad, Sanyi, sokszor, hogy függetlenül attól, hogy a csapatban kik játszanak és milyen módon, te kicsit apolitikus módon leigazoltál. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha két futballcsapat... Én viszont ugye arra az álláspontra helyezkedem, hogy valakire szavaz kell. Természetesen pontosan értem a te utópiádat, ugye visszamehetünk József Bajszig, aki megalapította a Partei für Nichtwählert, amivel azt mondta, hogy ugye a nem választók pártját, amelyel ugye azt mondta, hogy ha ez elég ember csatlakozik, akkor az akkori establishmentet ugye porrá lehet őrülni, és természetesen nyilván a csira állapotú Fidesz szerettük, amikor szólt a Roxette, és amikor úgy nézett ki, hogy ők nem párt, hanem egyszerűen helyes emberek, akik mennek előre. Ugye, ahogy én ugye nőügyekben viszonylag válogatós vagyok, és egyszer mondta a szomszédom Ilonka néni, hát az egyik nagy beszólása volt, hogy sose fog maga megnősülni, és annyi, mert mindig a füvet baszogassa, ugye, és a másik az volt, hogy fogára szabottat úgyse fog kapni. Tehát azért, mert te valakire szavazol, és én úgy gondolom, hogy szavazni kell, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy őket minden ízében elfogadom. De én számomra valahogy érdekesebb az, hogy nekünk azonban hogy kell viselkedni, és mit kell, és hogyan képviselni. És megint visszautalok arra, ami közöttünk van, hogy mert közöttünk te vagy az, akinek óriási jelentősége van, tulajdonképpen az ország hangulatát meghatározásában, mert hogy nagyon népszerű a sód. Emlékszem arra, hogy azt hiszem többen nézték a te sódat, mint annak idén az Orbán-Gyurcsány vitát, ha jól emlékszem, de ez lehet, hogy ebben tévedek. Nem, ezt olvastam, ezt nem a Sanyi mondta.
Bár valószínűleg a Sanyi is mondta, mert az ilyeneket mindig szokta. Vagy nem szoktam hencegni. Gábor, mikor sok év után találkoztunk, közöltet, hogy nincs tévéd, műsoromat nem láttad, egy rossz szót nem szóltam. Csak velem nem fog. Na, hogy gyereki, így van, az egy más dolog. Az egy más dolog. De hogy te addig egy kockát nem láttál, én arra egy pisszenést nem tettem. Tettél, de ez nem baj, ezt én is tettem volna. És ráadásul te eljöttél a filmben bemutatójára. A filmben bemutatójára önszántamból mentem el. És kérdeztem, hogy mi van, mert éppen akkor is mosolyszünet van, és kérdeztem, mi van, Sanyi, te mit csinál? Tessz a figyelj, basszeket, érted? Nem, akkor mondtam neked, hogy csináljak 20 percet, csináljak 20 percet. Mondtam, hogy az viszont nem kéne. És azt mert ezt ilyen fegyegetésnek szántam bizonyos értelemben. Annyira népszerű ember vagy, hogy te szerinted, mert nekem tényleg ez a gondom, se nem polgári, se nem keresztény, ha úgy tetszik, mert hogy hiszen a jobb oldal tradicionálisan mindig egy valláshoz, spiritualitáshoz. Tehát egyszerűen nem értünk el még odáig, hogy jobb oldalról és bal oldalról beszélhessünk. Hát ez nincsen. Ez vagy elveszítettük, vagy még nem értünk el oda. Ez nincs. Tehát a jobb lapock alatt három harántirányú szúrással. A televízióba este bele. No, de a tanúk azt mondták, hogy maga azt kiáltotta, segítség meg akar ölni. De nem ölt meg. Három harántirányú szúrással. Én tudom, én sebesültem meg. Nem azért, hogy megijesszem, hanem hogy megöljem. De nem sikerült. Csak azért, mert azt mondtad, hogy veled nem lehet együtt élni. Hollywood, az álmok és a bűnök városa. Komoly felelősségünk van. És ezt nem érzem nálad. Azt érzem sokszor egyszerűen fogalmazva, hogy eladtál egy csomó mindent abból, amire egyébként utaltál, amit privátém sokszor képviselsz. De nagyon sok mindent, minden tekintetben úgy érzem, hogy eladtál dolgokat. Eladtál értékeket, és itt kanyarodok vissza oda, hogy én tudom ezt a jobboldali és baloldali kérdést, ez nem olyan egyértelmű, ezt tudom, de azt is elmondtad, hogy inkább a jobboldaliság képviseli azt, nem, talán. Hát ezt elmondtad. Én az 56-hoz közelebb lévőket, hát ez tényleg nem érdekes, és azokat semmi, de hát nekem meg nagyon is és ehhez jön hozzá, hogy nagyon gyakran van, hogy a szentet nem hallják meg, csak a profánt, ugye? Tehát, hogy a Sanyi ügye, kakipisim. Hát nézd. És akkor most, bocsáss meg, akkor most akkor például, és azért a műsorodról annyit tudok, hogy kialakítottál egy olyan stílt, amiben bizonyos dolgok éppen azért, mert nagyon szellemesek, mert ezeken nagyon könnyű nevetni, és különösen, hogyha valaki olyan szellemes, mint te, de okos is, és szellemes is, egy közhangulatot, egy közstílust tudott kreálni. Sokszor beszéltünk erről, mindig elmondtad, hogy téged abszolút szeretnek a cigányok, és én ezt nem gondolom, hogy ez igaz. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem képviseli azt a polgári, és ha úgy tetszik, megint azért hangsúlyozom ezt a egyfajta spirituális vagy vallási háttered, azt sem képvisel, semmit nem képvisel igazából, azt gondolom, hanem minthogyha eladtad volna, most erre erős szó, jó, de hát, mintha eladtál volna. Hogy mit adtam el, és mit nem, és mi hol mit adtunk el, ez egy most egy pillanatban másik kérdés. Én kizártnak tartanám, hogy bármelyik műsoromban, és ezt egyszerűen vissza kell, hogy utasítsam, és tulajdonképpen azzal mentelek föl, hogy nem a műsorból tájékozódsz, hanem a kávéházi holdudvarodból. Ugye? Tehát kérdezted azt, hogy mit teszek a saját területemen. Én csináltam egy melegsót, erre még nem volt példa a magyar televíziózás történetében. Csináltam két cigánysót, romasót, és hát azt azért már ennyi barátság után ne gondold rólam, hogy ezt azért csináltam, mert a cigány, tehát mert cigány ellenes vagyok, hogyha tetszik. Hát szóval ezt azért szerintem séróból felejtsd el, mert ez abszolút mértékben igaztalan, és aztán tudunk tovább menni, hogy ennek a gyökerei hol keresendők. A romasók egyikét láttam. Én igen, azt gondolom, hogy... És mi volt az, ami ott... Az az embernek az érzése sokszor, hogy poénért minden megy. Tehát egy sikeres poénén minden megy. Minden felvállalható. Azt hiszem, hogy a moralitás alapvető kérdései pont itt állnak meg, vagy buknak,
mert egy olyan korban élünk, ami tulajdonképpen szentesítette ezt az elképzelést. Amikor tényleg teljesen mindegy, hogy mit és hogy beszélünk, csak beszéljünk, beszélhessünk, mindegy, hogy mit mondanak rólunk, csak legyünk a címlapon. Én azt érzem, hogy minden megy, és hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk szeretjük a romákat, vagy szeretjük a zsidókat, de ugyanakkor ilyen-olyan célzásokat teszünk, ahogy te... De nagyon sok ilyen ez a te ugyanazt csinálod, tehát most teljesen az az érzésem, hogy egy ilyen szabad demokrata klubba ülök, érted? Hát ennek én szerintem az ég egy adta világon semmi alapja nincs, és ráadásul erre nekem nincs is szükségem. A szeretet hiányzik. Egyszerűen, hogy értsed, de valóban azt gondolom, hogy az a szeretet hát hiányzik. Hát nézd meg még egyszer, jó? Tehát szóval... Szóval nem így jön át. Azt elhiszed nekem, hogy... Na, először is, ha itt most hárman ülünk, itt most, hogyha hárman ülünk, és bárki a másikat rasszistának tartja, akkor én fölállok. Tehát akkor tényleg nincs értelme beszélgetni, mert akkor nem tudom, hogy miért voltunk hosszú éveken keresztül barátok, akkor hát legalábbis a cigányműsor kapcsolatban. Tehát ezen tovább ne lovagoljunk, én ezt abszolút mértékben visszautasítom, és hogyha azt kérdezed, hogy mi a szótudó felelőssége, hogy magamat szoktam nevezni, én úgy gondolom, hogy élek ezzel a dologgal, és egyébként pedig, ami az ország hangulatát illeti, nem hiszem, hogy az ország hangulatát javít amikor kiderült Medgyesiről, hogy D-209-es ügynök, szembe Putyinnal, aki előre megmondta, hogy ő... De nem csak mutatom a hangulati elemeket. Tehát én vagyunk, nem hiszem... Le van nullázva egy oldal, a bal oldal, vagy a nem jobb oldal, és nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e felelőssége ebben a mai helyzetben, mert erről egyikünk se beszélt, te se, mi se beszéltünk, van-e ebben másnak is felelőssége, mint... akkor mondjuk az MSZP-nek és az SZDSZ-nek, akkor beszéljünk most pártokról, vagy pedig ez az ország és a társadalom kudarca. Pénteken este 7 órától a Rangadók rangadójával jelentkezünk, már ami a magyar labdarúgást illeti. Azt, hogy mire megy egymással a két ősi rivális, velünk pénteken este megnézhetik. Itt rengeteg minden szó vált szitokszóvá. Itt szitokszóvá vált először a paraszt. Ez a mi gyerekkorunkban történt. Hogy te hülye paraszt. Na jó, de hát mégis azért az országnak az eltartói voltak ugye az évszázadokon keresztül. Most te azt mondod, hogy szitokszó lett a liberális. De hát nagyjából 20 éve bizonyos körökben szitokszó a magyar. És te pontosan tudod rólam, hogy én sosem voltam magyarkodó, és nem dobtam át magam csikóbor és kulacsot, és nem közlekedtem kacagányba és buzogányba. Hogyne? Hát hogyne? Hogy így van. Hát a liberális a baloldali, hát az a te szótáradban is szitokszó. Hogyne? Nem, hát dehogy nem. Hogyha bárki, aki azt mondja, hogy haza, és nem tudom micsoda, egyébként most van egy másik szónak a szitokszóvá tétele, mint ahogy én azt is nehezményeztem, hogy egyébként a polgárszóval előjöttek az Orbánék, abban volt egy ugyanolyan kis monopolizálás, mint ahogy ezek a köztörvényes bűnözők most elkezdték használni a demokrata szót, amik ugye kvázi csak ők. Alig várja, hogy megtudja a várható eredményeket? Segítünk! 18 óra 55-kor kezdünk. Jövünk a Medián, RTL-nek készített közvéleménykutatási adataival. Kik döntenek a sorsunkról a parlamentben a következő 4 évben? Választás 2010 az RTL Klubon, vasárnap 18 óra 55 perctől. Az a baj, Sanyi, hogy a jelenlegi ellenzék, vagyis a jelenlegi jobboldali attitűdre mondom, hogy a hatalom érdekében azt gondolom nagyon rossz energiákat szabadított fel, nagyon rossz energiákra, gyűlölködő agresszív energiákra bazíroz, vagy azokra is bazíroz. Most itt volt egy teljesen egyértelmű, szerintem fordulópont értékű esemény, ami a Gábort is érintette személyesen jobban, mint engem, hogy fölgyújtottak egy faluvégi cigányházat, ahonnan kiszaladt egy apa a kisgyerekével, és mind a kettőt megölték. Nyugaton, tőlünk nyugatabbra lett volna egy tömegtüntetés. Lett volna egy közfelháborodás, lett volna egy nagyon komoly vizsgálat, nem csak önvizsgálat, nem csak nyomozás.
Itt ez nem történt meg. Én ezt tulajdonképpen az egész rendszerváltás óta eltelt időnek a legnagyobb eseménynek tartom, és kudarcának. Ez most nem pártpolitika, hanem ez egy olyan trauma, amit nem is emésztettünk meg, sőt, egy picit az volt, hogy hát biztos volt valami oka. Ebben a konkrét esetben meg egyszerűen arról van szó, hogy azt várta volna az ember, és várná az ember, hogy a Fidesz nagyon erőteljesen kiáll ezek ellen. És miután nem történt ez meg, azt gondolom, hogy ez tovább rontott a közhangulaton. Nagyon nagy mértékben, mert azonossá vált valahogy a jobboldaliság, aminek nagyon sok pozitív általunk is elismert ten pozitív aspektusa van. Ez a jobboldaliság, ez összekutyulódott egyfajta jelenséggel, a rasszizmusra. Hát azt gondolom, hogy Orbán Viktor és a kormánya valószínűleg ezek ellen föl fog lépni. Csak ettől ez még antipatikusabb, hogy most nem teszi, holott valószínűleg ő elhatárolja magát. Egyébként ez az európai legitimizációhoz abszolút szükséges is lesz. Elhatárolja magát, de most eddig nem tették meg szerintem olyan értelemben és mélységben, ahogy ez kellett volna, az ország hangulatához, mert nyilván félnek a tömegbázis elvesztésétől, vagy részbeni elvesztésétől. De nem gondolod, hogy ebben van nem valami? Nem tudunk eleget, de számos sebből ez a kérdés vérzik, ami nyilvánvalóan nem segít az áldozatokon, és én nem hiszem, hogy az áldozatokkal az emberek ne volnának szolidárisak, és azt, hogy mondjuk a Fidesznek mitől kellett volna elhatárolódni, ezt én nem is egészen értem. Tehát ez az elhatárolódás, ez egy ugyanilyen mantra, ugye? Az egésznek a gyökerei tulajdonképpen az Antal időszakra nyúlnak vissza, amikor az SZDSZ egy megengedhetetlen dolgot tett, de most ne nevessetek ezen, a dolgot nem lehet csak a jelenből vizsgálni. Ugye egy megengedhetetlen dolgot tett, hogy a politikai ellenfeleit rasszizmussal vádolta. Ugye ma már elfelejtjük, de megkapta ezt Antal József is, ugye az az Antal József, akinek az édesapjának Jad Vasembe fát állítottak, mint egy igaznak, ugye, vagy nem tudom, hogy mondják ezt pontosan, és gyakorlatilag azóta ez a rasszista bélyeg, tehát főleg akkor, amikor már ugye a kormány nem igen tud semmi más tenni, akkor jön a riogatás, és jön ez a megbélyegzés, ami gyakorlatilag pont olyan, mint most a sztálini időben. Most úgy tűnik, hogy ez egy politikai eszköz a rasszizmus, és a kormány hetszeli a jobboldalt. Igen, az érdekel, hogy nyilvánvalóan egy kisebbségnek el kell fogadni a többségnek a normatíváit, dolgozni kell, és én azt mondom, nem tudják elfogadni nagyon sok részben, mert olyan helyzetbe hozták őket. Nem, én csak annyit akarok mondani egy mondatban, hogy aki szóvá teszi azt, hogy a cigányság jelentős része kriminalizálódik, nem dolgozik, perspektívátlan, lehetetlen életet él, az nem rasszista. Én csak ezt akarom mondani. Én azt mondom, hogy ideológiai alapú rasszizmus nincs, fenntartások vannak, és sajnos a fenntartásoknak van bizonyos alapja. Ha úgy teszed fel a kérdést, hogy ma többen rasszisták, többen antiszemiták, mint voltak mondjuk a 90-es évek elején, akkor gyanakszom, hogy igen, de ezt egy országra nem lehet rámondani. Most a hazaárulás, tehát most, igen? Amit most gyakorlatilag mondasz, azaz... Mikba vagy mi? Nem. Most, amit mondasz, hogy ne nevezzünk, ne mondjuk azt, hogy van rasszizmus, mert akkor az magyar ellen. Tehát, hogy akkor... Te nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem. Én azt mondom, hogy rasszizmus ugye minden országban van, és ez rengeteg népcsoport ez ellen, olyan, de ez benned is benned van. Természetes. Hát amikor kiteszed Európa térképét, és azt mondod, hogy inkább Hollandiába megyek, mint Szerbiába, hát ne legyünk álszentek ugye ebben a kérdésben. Természetesen ez minden országban benne van, én úgy gondolom, hogy ez nőtt. Ennek az egyik oka éppen az, hogy a másik oldal, tehát hogy ezt aljas módon politikai célra használták fel, és a másik oldalnak a diszkreditálására használták fel, a másik oka pedig az, hogy senki a cigányokon nem segített, ők semmitől nem félnek,
és nyilvánvalóan létezik mind a cigánybűnözés, mind a megélhetési bűnözés, és ez a kriminalizálódás nyilván olyan körülményeket teremt, amikor az együttélés, ugye, de hát gyerekek, hát Amerikában 100 000 ilyen történetet lejátszottunk. Tehát most gyakorlatilag az van, hogy végül is, ahogy elmúlik ez nem, a hatalom van, ami, önös érdekei által fölkorbácsolt rasszizmus, akkor minden rendben tudnék csatlakozni, hogy ezt a kérdést ki kell emelni a politika szférájából, és meg kéne próbálni valóban komolyan tekinteni. Például úgy lehet kiemelni, hogy a tisztelt értelmiség nem politikai oldalak mentén tiltakozik, hanem a disznóság mentén tiltakozik, tehát aki kiáll a cigányok mellett, az álljon ki a szemkilövöttek mellett is. Ez volna az ideális, pillanatnyilag nem ez a helyzet. Megszerezte a kétharmadot a Fidesz az országgyűlési képviselőválasztás második fordulójában. A pártszövetségnek ennél 5-tel több, 263 mandátuma lesz az új parlamentben. A második legnagyobb frakciója az MSZP-nek lesz, ők várhatóan 59 képviselőt küldhetnek az országgyűlésbe. A Jobbik 47, az LMP 16 képviselői helyet szerzett. Szia, Robi! Ja, ő nem a Robi, nem baj. Próbáltam ilyen benfentes Sanyi, lenni. Játszottál egy filmben, a Roncs filmben színészként, igen. Aminek az volt az alcíme, hogy s mi van, ha győztünk? Igen. Hát minden esetre én ennek örülök. Tehát tehát most egy picit szerintem hátra kell dőlni. Ugye a magyar értelmiség egy része már elkezdett kasszandrázni, hogy itt diktatúra lesz, meg ez lesz, az lesz, meg amaz lesz. Én ehhez nem szeretnék csatlakozni. Egyelőre örüljünk ennek az elsöprő többségnek, ami egy esélyt ad arra, hogy az ország legalább egy irányba mozogjon. Mert hát azt kell mondani, hogy legkésőbb az utóbbi évek bebizonyították azt, hogy valahogy nekünk a többpártrendszer az nem megy. Tehát a többpártrendszer máshol azt szolgálja, hogy a több akaratból kiegecesedjen valami egyféle akarat, nálunk pedig ez az egymás megsemmisítésének lett a terepe, akárhogy is nézzük. Egyébként, ami mindig is ugye hiányzik a Fidesz mellől és mögül, az egy erős értelmiségi háttér, tehát amit itt nehéz lesz megcsinálni, és ami nem szavazatok kérdése, az valamiféle kulturális kiegyezés, hogy legalábbis ez a Kulturkampf, ugye ez valamelyest megszűnjön, vagy enyhüljön, és hát erre nincs szavazat, meg erre nincs alkotmány, meg nincs törvény, hát ez jó volna, hogyha ez valamilyen módon létrejönne. Ez egy rendkívül jó lehetőség, amit már kihasználtunk, többek között az első hármas beszélgetés után Fábrinak volt egyedül kocsia, és akkor kérdezte, hogy hova mentek. És akkor Gábor legyintett a detre, és mondta, hogy te én a skálához megy. Azt mondja, elviszlek, és mondom, én pedig hazamegy, elviszlek. Tehát rögtön volt egy olyan nyitottság, ami egy nagyon pozitív dolog volt, hogy igenis, most ne váljunk rögtön szét, dumáljunk egy kicsit másról, csajokról, filmekről, ahogy régen, sportról, és akár politikáról is. Ez már ott a kocsiban megtörtént, úgyhogy én ezt borzasztó pozitívnak tartom. Azóta Sanyival jelentősen hát felszabadultabb a kapcsolatom, ez kétségtelen. Rá is kérdeztem, hogy ő miért érzem úgy, hogy ő velem szemben olyan nagyon furcsán viselkedett most már évek óta. Hát együtt dolgozunk az Elhangzott Sóderben, és akkor megmondta, hogy én olyan hamiskásan mosolyok mindig, amikor ő bizonyos dolgokat mond, amire rögtön közöltem, hogy ez szinte kizárólag politikai jellegű, amivel én nagyon nem értek egyet nagyon sokszor, és én nem akarok mások előtt nyíltan vitába keveredni vele, egyrészt azért, mert ő neki is sokkal nagyobb a dumája, mint az enyém, tehát nem tudok két mondatban szellemesen visszavágni,
másrészt pedig nem akartam állandó konfliktusba kerülni, ő szereti egyébként a konfliktusokat, vagy legalábbis az ütközést. Hát az elmúlt forgatás az nekem tulajdonképpen döbbenetes volt, mármint a hármas interjú helyzet, mert Fábri, akivel én azért is szakítottam a kapcsolatot, mert olyan, amilyen, olyasmiket képviselt, amiket, nyilvánosan és privátim egyaránt. Az most egész egyszer, amikor tangencionálisan a Heller Gábor említett valami olyasmit a múltkori beszélgetésben, hogy hát te, mint jobboldali ember, stb., akkor még azt is kikérte magának, és valami olyasmit mondott, hogy hát ő szociáldemokrata. Vagyis tulajdonképpen abban a pillanatban kihúzta a szőnyeget a beszélgetés alól, vagy legalábbis részben. És attól kezdve minden olyan, mindennek kapcsolatosan olyan hülyén érezte magát az ember, hiszen akkor miről beszélünk? Egyik oldalról, másik oldalról, meg mégis azt hiszem, hogy kicsit, és nem vagyok unfair, hát ezt ő látni fogja, amit mondok, meg majd ezt el is mondom neki, kicsit ő vált szerintem hülyévé, mert az utána, de az előtte, tehát összes megnyilatkozásából ugyanakkor egyértelműen kitűnik a meglehetős makacs, apolitikus, nem kritikával, nem építő mentalitással terhes, nagyon is jobboldali attitűdje. De igenis nagyon súlyos felelőssége van személy szerintnek is, mert a legnépszerűbb ember kiengedett egy csomó szellemet, egy csomó palackból, és ezt ő nem is látja. Igen, nem ideológiai dolgok vezérelnek, én annak idején a Fidesz időszakban is, amikor a Pintér Sándor durván hazudozott, hogy Klodóval találkozott-e vagy nem, csak ezt most már elfelejtik, akkor volt nekem egy számom a Dieter Dittmar, Klodóval nem találkoztam, és hogyha most a Pintér lesz megint a belügyminiszter, akkor össze a régi Klodó számot be fogom tenni. Csak most nincs ennek itt az ideje, tehát ahogy erre céloztam, itt nyilván, hogy a Fideszt is számos ponton érheti kritika, de most nem ez a helyzet, most örül. Az, hogy a Fábri, aki eddig kifigurázta, gúnyolta, gyalázta, mocskolta, a kifejezetten az MSZP, de az SZDSZ-t is, sőt az SZDSZ talán még jobban. Most, hogy gyakorlatilag ezek az erők eltűntek, vagy nagyon háttérbe fognak szorulni egy jó ideig, mennyire fog elmenni a Sanyi abba az irányba, hogy a szíve szerint és az ízlése szerint, mert én tudom, erről szó volt köztünk, rengeteg dolgon röhög ő is, nyíltan vagy magában, amit igenis lehet nevettetni, tehát nem csak nevetni, hanem ő is tudna. Viszont neki van egy érzelmi, zsigeri kötődése a Fideszhez, az Orbán Viktorhoz. Személyesen. Tehát nem, ő nem, nem lekötelezettje az Orbánnak, de ő szereti, tiszteli, ott egy pár embert nagyon szeret, tiszteli és hitelesnek tartja, ebben semmi gond nincs. De egész biztos, ahogy a politika mindig is ugyanolyan, hibákat követel, tehát csomó hülyeség lesz, és van. Kíváncsi vagyok, hogy ő milyen módon fog majd, milyen módon fogja ezt bele beemelni a műsorába. Én nem azt kívánom, félreértés ne essék, hogy ugyanolyan elánnal és zsigérileg gúnyolja és mocskolja most a kormányerőket. De azt azért elvárom, hogy igenis csípősen tudjon úgy beszélni róluk, hogy az egy picit fájjon. A jó humor, akármilyen témájú, egy picit mindig fáj. Akkor jó. Az biztos, hogy ennek a filmnek az első fordulója ez a barátságunknak jót tett. Tehát ahogy a Heller tulajdonképpen meg is vallotta nekem, hogy ezt miattam vállalta voltak éppen, és a Detre úrtól is azt hiszem, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát az lehetséges, hogy te csinálsz egy filmet, mi ezt egy csoportterápiának tekintjük bizonyos értelemben. Hát nézd, nem fogunk, mit tudom én, Detre úrral rögtön egymás nyakába borulni, de abszolút a viszonyunk az teljesen normális, és nagyon érdekes,
érdekes, hogy ment ki Brüsszelbe, és útközben elvesztette a macskáját. Én nem is tudtam, hogy neki 6 éve van egy macskája, hogy milyen titkok vannak, és miután nem tud németül, éjszaka ilyen SMS-eket küldött, hogy keressem meg Németországba a macskát. Hát nem egészen, csak hogy beszéljek a benzinkutassal, meg rakjunk ki fényképet, meg nem tudom micsodát, amin én egyfelől, hát meg kell mondjam, egy egész picit röhögtem, de természetesen megtettem, és biztos vagyok benne, hogy a film előtt engem nem hívott volna föl ezért. Mert gondolom azért van más is az ismeretségi körében, aki tud németül beszélni, úgyhogy én föl is hívtam a derék benzinkutast, mondtam, hogy ott van a ketrec, és hát várjuk a cicát, ugye, ha esetleg visszamenne. Mondták már, hogy hasonlít önre a kutyája? Vagy fordítva? Most eljött az idő, megmutathatja, mekkora a hasonlóság. Az Esti Sóder nagy kutyagazdi hasonmás versenyen. Igen, én kurára remélem az, hogy itt az lesz, hogy most a harc megszűnik, és tényleg valami építés kezdődik. Ezt én nagyon őszintén remélem. A mi személyes szintünkön meg azt gondolom, hogy elültetődtek gondolatok is. A pusztán az a tény, hogy Sanyi bizonyos dolgok, vádakat ilyen radikálisan visszautasított, nyilván ez egy belső revideálást is jelent, vagy jelenthet, hiszen szembesül valamivel, ami jó barátainak adott esetben, akik mindig tükrök, egyfajta tükrök, nem elfogadható volt. Én inkább a beszélgetést úgy summáztam magamban, hogy valamelyes, ugye hát mi amióta ismerjük egymást, ugye elég szenvedélyesen szoktunk beszélgetni a legkülönbözőbb ügyekben, és azt hiszem, ez mind a hármukra egy kicsit igaz, hogy megőrültük, hogy a másik nem azt gondolja. És most szerintem megértünk ahhoz, hogy az nem olyan nagy baj, ha a másik nem azt gondolja, csak mondja el a szempontjait. Tehát, hogy mondjak egy ettől távoli példát, ugye most a számok nem pontosak, de hogy mondjuk egy frakcióból a háromnegyede volt MSZMP-s párttag. Én ezt soha nem tartottam elfogadhatónak. Tehát én azt mondom, hogy még mindig nem teljesen, de ennek a bizonyos kádárista múltnak a lezárása, ez talán most megtörtént, vagy mutatkozik egy esély, hogy ez megtörténjen. De ha azt akarod mondani, hogy az ország olyan helyzetben van, hogyha az én Ali kutyámat elindítják bármelyik fideszes körzetbe, ő is hozza az 50%-ot gondolkodás nélkül, de ez már egy felajzott helyzet. Tehát amikor, sőt, én tudok neked az önkormányzati választásokról olyan példákat mondani, amikor az összödi beszéd utáni vihar jól működő szocialista előjárókat sodort el, mert azért ilyen is van, és helyette jött a fideszes balfácán. Ilyen is van, természetesen. Én két dolgot azért említenék, ami megfogható, és amit én nagyon remélek, túl a kifejezett politikai kérdéseken, az egyik az, hogy a köznyelv megtisztul, vagy legalábbis tisztul. Tehát ez az állandó gyalázkodás, mocskolódása nagyon nem a közbeszédbe való kifejezéseknek a jelenléte az lecsökken. Ez egyik. A másik, az a cigány kérdés. Én továbbra is azt látom, hogy ez a magyar társadalom jövőjének egyik kulcsfontosabb kérdése, nem rövidtávú politikai kérdés, társadalmi kérdés. És ebből a szempontból én örülök, hogy a Fidesz kétharmadot kapott, mert most valójában sok olyan nagyon komoly kérdés lehet tisztázni pusztán a kétharmaddal, aminek az elodázására most már nincs külső ok. Tehát most 4 év után már nem lehet azt mondani majd, hogy nem lehetett átalakítani a, nem tudom, közigazgatási rendszert, nem lehetett átalakítani az egészségügyi rendszert, nem lehetett egy sor más problémát megoldani. Tehát én ebből a szempontból, most persze magunkat ismétlem, tényleg optimista vagyok, kevésbé vagyok optimista a tekintetben, hogy, és ez most nem kizárólag a Fideszről szól, hogy kontroll nélkül minden hatalom bárhol a világon hát disznóságokat követ el, ami a hatalom saját maga, tehát a törvényszerűségéből fakad. Tehát én nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni, és azt remélem, hogy egy picit, hát igen, hogy a Jobbik vagy eltűnik, vagy marginalizálódik, és hogy megint valami fajta egyensúly helyreáll, amit hívhatunk jobbnak, balnak, bár szerintem nagyon Magyarországon nagyon
rosszul használatos ez a kifejezés, és te is mindig elmondtad, hogy baloldali érzelmű vagyok, tehát a Fideszre szavazok. És amit nagyon-nagyon remélek, az az, köztünk is egyébként, hogy a politika nem fog ennyire jelen lenni az életnek a szinte összes aspektusában. Én ezeket a dialógusokat bizonyos értelemben, vagy ezeket a helyzeteket kicsit azért is hoztam létre, vagy provokáltam, mert tudtam, hogy a Gábor hát egy ilyen liberálisnak mondható közegben mozog, vagy gondoltam én, és hát egyszerűen akartam. Hát szóval a gyerekek azért, és akkor most már tényleg elhagyjuk a politikát, de hát azért azt a 900 ezer embert, aki ezután a 8 év után az MSZP-re szavazott, én baromira megkérdezném, hogy milyen alapon. Hát mibe? Hát mint amikor ott van a barna banán a zöldségesnél, és nem engedi le az árat, és megkérdezem, hogy mire számít. Hogy ki sárgul a banán, vagy szóval, hogy mégis mi a koncepció, tudod? Hát szóval azért ennyi munkásőr, érted, nincs a világon. Jó, de azért most hát de nem kritizálhatod, várjan erre a választási eredmény, ennél számodra... Nem, természetesen nem. Ugye ilyenkor mit tudnak károgni, azt tudják mondani, hogy túlhatalom. Én Oroszországból most egy kicsit tájékozódtam, hát ott a Putyinnak háromnegyede van, és a Hodorkovszki az életben nem fog a börtönből kijönni, amíg a Putyin a góré. Tehát ott ezeknek, de... Ott is van meglehetősen nagy szabad sajtó. Időnként, aki túl szabad, azt lelövik. Tehát van egy pici korrekció, de én nem erről beszélek. Egyrészt EU tagok vagyunk. Egyrészt ez egy többpárti demokráciában létrejött eredmény. Egyrészt ott vannak ellenzéki pártok a pártban. Ott van a sajtónyilvánosság, ott van az értelmiség nyilvánossága, ott van az állami számvevőszék, ott van a főügyészség. Tehát a legeslegfontosabb egyébként, hogy ezeket a testületeket valóban politika feletti testületekké kellene tenni. Hát ez ki van találva, tehát ezeket hívják úgy, hogy demokratikus kontroll. Ez volt és van akkor is a baloldali a kormány természetesen. Az a baloldali kormány, ami előtte volt, az nem ezért volt rossz, mert e tekintetben nem tudott úgy működni, ahogy elképzeljük, az nem ezért volt rossz, hanem azért volt rossz, mert egy rakáskorú gazember volt. Tehát nem működtek ezek a visszajelzési csatornák, és ezekkel előfordult, hogy most se fognak működni, sajnos, ahogy az előző Fidesz éra alatt sem működtek teljes mértékben. Az államfő Orbán Viktor kérte fel kormányalakításra, aki holnap már a miniszterek névsorát is ismerteti. Egy nap alatt 10 forintot gyengült a hazai valuta, részben a súlyosbodó görög válság, részben a jegybank elleni kritikák miatt. Markolóval kezdte bontani az M7-es egyik szervizútját egy alvállalkozó, mert a tavaly átadás óta nem jutott pénzéhez. Serpák és kínai hegyi mentők keresik a szerencsétlenül járt magyar hegymászót, Várkonyi Lászlót, jégomlás sodort el a Himaláján. Engem pusztán az lepett meg, hogy miért kellett ezeket a kis titkárokat, akiket utáltunk a világ, utáltunk mindig, hogy lehet, hogy ezek megszeretődtek. Na most a rendszerváltásra visszatérve, hát ez nyilván egy kicsit más, mint a német helyzet, de annyira nem, és az mindenképpen egy minimális követelmény lett volna, hogy az állampárt tagjai egy demokratikus parlamentben részt vehessenek, ez képtelenség. Ez teljesen világos, és én nem is a 800 ezer közpárttagról beszélek. Tehát itt sok mindent meg lehet érteni, mint ahogyha megkérsz, akkor hirtelen nagyon sok rosszat tudok neked mondani a Fideszről, rendkívül sok rosszat közös egyházunkról, a katolikus egyházról, rendkívül sok rosszat és jót a Horthy korszakról, rendkívül sok pozitívumot a Kádár korszakról, csak most nem erről beszélünk. Engem ez az egyetlen dolog motivál mindenfajta, és aztán be is fejezem, mindenfajta politikai megnyilvánulásomban, hogy én úgy gondolom, hogy a múlt rendszertől való elszakadás nem történt meg, aminek meg kellett volna történnie. Egy szóval itt folyamatok voltak, vannak, mi is részei vannak, vagyunk annak, sőt, bizonyos fokig, még ha úgy tetszik, egyébként felelőse is vagyunk, még ha úgy tetszik az előző rendszerváltozás előtti időszakoknak is bizonyos fokig talán felelőse is vagyunk. De ugyanakkor valószínűleg mégsem, mert a békésebb intellektuális létünkkel valamit megtartottunk, valamit a családunktól továbbvittünk, valamit megtartottunk, valamit azóta is képviselünk.
mint hogy a politikusok is ezen azon az oldalon. És ami nekem fáj tulajdonképpen, vagy amivel nem tudok egyetérteni, az pontosan az, hogy hagytuk és hagyjuk, és a személyes kapcsolatainkat illetően is időnként hagyjuk azt, hogy ez a kritikátlan harc, amit a politikusok magukévá tettek egyszer csak, így a század vége felé, nemzetközi szinten is, az itt a rendszerváltozás utáni időkben teljesen kulminálódjon, és gátlástalan, és immorális, és elfogadhatatlanná válhasson. Mi ennek részeseivé váltunk, és már régen nem gondolkozunk azon, hogy ők tönkretettek mindenféle ideákat, tönkretették a legnemesebb baloldali ideákat, tönkretették a tradícióra, a fenntartásra, a polgári létre vonatkozó, hogy azt megcélozni szándékozó jobboldali ideákat. Egy kíméletlen harcról van szó, amiben feláldozódott minden. Tulajdonképpen mostanra minden nemes ideológiánk, jobbról vagy balról. Ezért nagyon sokan mondják, hogy a politikának a szó bizonyos értelmében, tehát az ideológiák ki kéne vonulni, a szakmai irányításoknak kellene működni. Nekünk tényleg az lenne most is a feladatunk, ami volt a szocializmusban tulajdonképpen, hogy szigeteket hoztunk létre, az intellektualitásnak, az értelmek, a polgári létnek szigeteit, amikhez nagyon sokan csatlakoztak, komoly és kiterjedt körünk volt, hiszen arra nézel te is mai napig is nosztalgiával vissza, meg én is, és egy csomó-csomó ember és barát, stb., aki körülöttünk volt. Hát ezeket kellene megteremtenünk, ezeket kellett volna megteremtenünk az elmúlt időszakban, és még sokaknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi, és akkor nem lenne talán ilyen gyűlölettel teli az ország, akkor nem lenne talán ennyire elviselhetetlen a hangulat, és nem lenne talán ennyire kiégett a hangulat, mint most. Ami pedig a most nyíló új kormányzatot illeti, hát ott nyilván más alapon, de valahogy ugyanezt a polgári lét felé való elmozdulást remélném, ami az egyetlen, ami segíthet abban, hogy túlérjük önmagunkat, és túlérjük a világot, a világnak azt az elkövetkezendő... Nem lenne jobb az oknit hordanál, ugye az ekcéma miatt, csak hogy mielőtt kileg szépen átmész, az meg egy Lukács Györgyel kombinált Teréz atyába beoltott Gadamerbe. Nem, pont a levegőzés, inkább nagyon kedves. Szelőztetni kell a virgácsot. Epitheton ornánsza. Hát nem, csak hát már annyira elkomolyítottuk itt a dolgot, hogy rettenetes. Ez nem a showder. Hát kell együtt lennünk. Így egész egyszerűen. Hát néha kimennénk Brüsszelbe. Védába, kimegyünk Brüsszelbe. Attól kapta üdeg összeropparást. Nem, de egyébként bocsánat. Már Győrben az volt a rébálva neki, hogy az érzés, hogy az utcán mindenki magyar, és nálam akar lakni. Volt, de bocsánat. Voltak ilyen súlyos érve.